Te és ott te nyerted az élmény utazást. Nem baszolt. Tudja. Hello! Március. Most kicsit így. Jössz velem? Tetszik? Kellett egy kis töltés az öcsköste. Jövő tesó, üljál! Gyerekek, kőkeményen kijött a jó idő. Öcséteken március 17-én a nemzeti ünnepen már rövid nadrág van, ami amúgy itt napsütésben jó, de az előbb egy árnyékos helyen kellett megállnom, ott azért kicsit összevacogtak a fogaim, de szerintem lehozom ezt a mai napot. Hogyha láttátok a címet, akkor már tudjátok, hogy mi fog most jönni. Látjátok, rajtam van ez a Car Collection-es pulcsi, ami egy elég limitált drop volt. Ennek a dropnak az volt a lényege, azoknak az embereknek, akik régóta nézik a videóimat, szeretik az autós tartalmakat, egy összefoglaló merch, amin az összes autóm rajta van, és úgy gondoltam, hogy ha már lesz egy ilyen merch, aminek ez a mondani valója, miért ne lehetne belefűzni egy kis szórakozás, úgyhogy kisorsoltam a pulcsi, illetve pólóvásárlók közül kettő darab embert, kettő darab nézőmet, akikhez a mai napon személyesen el fogunk menni. Az egyik, hol is lakik? Várj, mert rossz helyet néztem. Vámos család. Gyerekek, az azt jelenti, hogy Győrtől 39 perc, szóval egyébként járhattunk volna sokkal durvább utakon is, mert ha mondjuk kihúzunk egy Pécset, az azért keményebb lett volna, ezután pedig átmegyünk Esztergomba, de még mielőtt neki kezdenénk ennek a videónak, ugorjunk vissza a sorsolásra. Ha esetleg valaki tegnap nem tudott ott lenni az Instagramon, az bele tud nézni ebbe most. Itt vannak velem az összes kód, az összes szám, akik részt fognak venni ebbe a sorsolásba. Mindezt ígértem nektek, két emberhez el fogunk menni. Erre a hétre nem ezt a videót terveztem, csak keresztbe húzta, nem az időjárás, hanem szereztem egy gépet, ami nagyon extra lett volna, és még nem is volt a csatornán, sőt, még nem is láttam itthoni videós csatornákon. Mivel tudjátok, itt nálam elég nagy víz van most, ezért próbáltam megoldani azt a problémát, hogy mivel tudnánk menni ilyen talajon, de sajnos nem jött össze. Remélem, hogy az elkövetkezendő pár hétben össze fog jönni. Úgyhogy a mai nap csütörtök van, az a tervem, hogy holnap, mivel március 15-e van, így az emberek nagy része nem fog dolgozni, nyilván akinek normális olyan munkahelye van, ahol ezt a munkahely figyelembe veszi, de mint tudjuk, Magyarországon azért ez elég ritka, de reményeim szerint ki fogok ma húzni két embert, akihez el fog tudni menni valakihez holnap után, de hogyha esetleg közelebb laknának egymáshoz, akkor beadnám egybe a kettőt. Úgyhogy kíváncsi leszek, lassan kezdjük az Insta Live-ot, aztán megindítjuk a dolgokat. Na, készen álltok, figy, szemkontakt veletek, megvan az első, 21, 14, 14, 3, 9, 7. Tudjuk, hogy ki az? Kicsák Roland. Úgyhogy az első Kicsák Roland, te is azt meg elmondtad, hogy hova megyünk? Már is honnan. Na, figyelj, most szorítsunk, Debrecen, Békés Csaba, Esztergom. Esztergom. Az egész közeli. Jó. Az nem rossz. Na, még mielőtt most nem hívom fel, mert ezt meghagyom majd a vasárnapi videóra, úgyhogy menjünk tovább. Keverem mind az ökör, sarkokat is, mindent. Második itt van. Diktálom ezt is. 21, 14, 19 és 502. Ki az? Visi Mónika. Visi Mónika. Hol lakik? Már is mondom. Vámos család. Az hol van? 96-65, szóval valahol itt. Fel is hívjuk az első nyertest, a Kicsák Rolandot, Esztergom. Direkt nem lőttem el a live-ba ezeket, hogy bent legyen majd most a vasárnapi videóba. Szerintem nem volt bent a live-ba egyébként. Kíváncsi vagyok, felveszi. Igen, tessék. Szia, Polecki Ricsi vagyok. Szia Ricsi, ciao. Tesó, te nyerted az élmény utazást. Nem baszol föl. Mondom, most volt a sorsolás, nem nézted? Nem, próbáltam nézni, csak melózok közben, aztán nem figyeltem. Hát ez tesó, akkor ez... Tesó. Te nyerted, öcskösöm. Nagyon örülök neki. Figyelj, annyi, hogy holnap, vagy holnap után szeretnék hozzád elmenni, megoldható szerinted? Holnap milyen nap van? Péntek, március 15. Holnap, hát délután. Tökéletes. Jó. És ha légy, írjál rám Instán, és akkor úgyis kirakom mindjárt a nyerteseket, és akkor meg tudlak taggelni, jó? Király. Tesó, alap. Szépen. Kösz szépen, szia. Köszi, hello, hello. Yes, végre valaki, aki örült. Mondod a másik telószámot? Második, Visi Mónika.
azt, hogy ő hol lakik, még mindig nem tudom. Vámos család. Vámos család. Itt van. Nem hallottam róla még soha. Mindig aki nyer, az mindig pont így nem figyel, tudod? Lehet, hogy töltök egy lottót, és akkor nem fogok figyelni. Ó, oh, basszus! Na hát a második versenyzőt nem tudtunk még elérni, úgyhogy ez kicsit várat magára. De azt láttátok, Kicsák Randot azonnal elértük, az öcskös feldurrantotta a telefont, viszont a másik csajsz is sajnos nem vette fel, de vele is már beszéltem az Instagramon, velem hozzámegyünk először, utána meg átmegyünk Rolihoz, szóval most úgy kell ezt elképzelni, mondjuk, hát most ezen nem tudom, hogy fogom bemutatni, de mondjuk itt van Győr, mondjuk a telom közepén, és akkor elmegyünk először ide, majd utána átmegyünk ide. Szóval egyik sincs messze, csak mind a kettő központ félúton vagyunk, úgyhogy dupla utat teszünk. De ez nem probléma, ugyanis az autó úgyse eszik olyan sokat. Kam, úgyhogy gyerekek, tank tele, jobb lába gázon, bala jobbon. Aztán próbálják ki a nézőim az autóval. Ez a kereszteződés, nagyon forgunk, meg amúgy is bekötöm magam. Innen most 40 perc, mire kijutunk. Nem, hazudtam. Kijutunk. Juhu! Down to like this bass drum. I got summer toys for the summer boys. Szia, kb. Olyan 5 perc múlva ott vagyunk, hogyha az jó neked. Jó, készen van. Oksa, szuper, szia. És gondolj be, most elrontanám a lejárót és egy 45 perces kerülő. De nem, figyelek. Kis előzöm már ezt a kocsit, pedig csak 60-nal megyünk. Amúgy azt nem tudom, hogy tudtátok-e, de ha már látjátok a táblát, ahol mentek, az már jót jelent, mert akkor már közelde vagytok. Kivéve, mikor az van mellérve, hogy még 560 km, mert akkor valószínűleg nem. Ez volt a mai napi bölcsesség. Egy perc az érkezésig, azt mondta Móni, hogy egy buszmegálló van pont a házuk előtt, úgyhogy ott pont meg tudok állni. Amúgy tök mázni, hogy pont ilyen helyre jövünk, mert hogyha mondjuk most kihúztunk volna egy Pestet, azért Pesten tesó lődözni, neci. De itt szerintem ez egy békés környék, itt nem szólnak szerintem, meg úgy. Érte, nyilván sebességhatárt betartva, szóval azért nem úgy kell lesz nézni, hogy túllőve, nem csak így normál cruise. Nem? Hát ennyi. Finoman. Hello! Jössz velem? Ja. Nem gondoltad volna? Képzeld el, hogy akik általában valaha valamit nyernek, soha nem nézik. Nem tudtam veled, mit sem nyerek. Akkor ez itt lehet. Itt szoktak állni a ház előtt. Tényleg? De mi itt szoktak mérni? Aha. Ja, mert itt pont van egy kanyar, és gondolom izomban beledúrom mindenki. Igen, meg ugye a másik oldalról is. Ja, akkor figyelj, akkor most mi itt védve vagyunk nagyon jól. Figyelj, legyen az, először viszlek én. Visszafele meg vezetsz te. Csak utána. Köszönöm. Mentél? Vagy ültél már amúgy héterbe? Nem. Ez az első? Igen. Figyelj, látom, majd azért előrébb kell húzni az ülés, mert van köztünk egy 40 centi különbség. Ugye most ilyen sima téve megyünk, ez ilyen utazó, tudod? Ez így ezt így lehet így a hétköznapokban így használni. És amúgy mit szeretsz legjobban a kocsiban? Magát a vezetést, vagy így a hangot, vagy mi? Hát így egy élmény. Most már az első, tudod, azért ez érezhető, hogy dinamikusabb. Videó nem adja vissza. És akkor írják, hogy lehetne hangosabb, nyilván lehetne. A hideg is kirántott. Nagyon jó. Tartani kell a nyakadat amúgy rendesen. Tesó, én imádom, szóval leszarom. Érettják a golf csicska, én is az vagyok, igen, ez tény, de ez a kocsi ezt tudja. Van egy 75 lovas kis golfom, tíznek a lába törött ezek után. Figyelj, ki kell próbálni ezt is. Gyere, ülj be, aztán elmondok mindent. Kérem. És jó, itt hátul házi bulit lehetne most tartani, akkor a hely lett. Kilátsz amúgy? Aha, kilátunk. És jó, az a tied? Igen. Meg beleiszok, jó?
Na, jó minden? Jó minden. Akkor jó. Látom, azt mondja az előbb, úgy remegek. Mondom, miért ennyi izgulsz, nem olyan jó volt. Fél, örülök, hogy ennyire tetszett. Egyébként tényleg az a durva, hogy én már azért hozzá vagyok szokva, de még mindig látod, hogy nekem is mennyire ilyen adrenalin tud adni, hogy kurva jó. A bal lábadat felejtsd el a mai napra. Tedd oda a pihentető részbe, és akkor nyomd be a féket, húzd be D-be, úgyhogy ezt a kart benyomod. És az a lényeg, hogyha most leveszed a gázra, vagy a fékre a lábad, akkor az autó elindul. Az lényeg, hogy olyan ne legyen, hogy így azt gondolod, hogy kuplungolni kell, és véletlenül a bal lábaddal benyomod a féket, mert akkor tudod, kifejeljük a szélvédőt, de ilyen nem lesz, csak ezt így mindig el szokták mondani. Szóval csak dobd le a lábad a fékről, aztán tudunk is menni. Azt az autó szerintem indexet még nem látott. Te soha nem áll. Látod, mennyire csillbe is lehet itt menni. Jó, nagyon jó. Nagyon tetszik. Tetszik? Aha. Ilyenre számítottál, vagy ilyennek képzelted? Figyelj, hogyha már így, ha már így nagyjából így ráéreztél minden, akkor azért ráthúzzuk esbe, hogy legyen egy kis hang, mert okay. Az azért úgy, az adja meg ennek így az igazi élvezet faktorán szerintem. Na most már is be van. Úgyhogy most már, hogyha adsz egy kis gázt, akkor most már durrogni fog. Végül is ráér az a külső szigetelés, nem olyan fontos. Ja, mert most pont házfelújítás projektben vagytok, nem? Hát, figyelj, úgyis nyár lesz. Most nem kell, nem? Nem kell fűteni. Nem kell a szigetelés most. Hát ez kurva jó. Amúgy már kezdem érteni, hogy miért szerettek mindig a spanyolin bent ülni, amúgy az anyósod. Nem kell semmit csinálni, csak így élvezed. Geci jó. Egyébként a pulcsi miatt vetted a pulcsit, vagy így az élmény vezetés is rá segített? Hát pulcsit azt azért vettem, mert amúgy nagyon tetszett. Aztán az élménnyel meg úgy voltam, hát megnyerem, nem. Ja, hogy általában, és soha nem szoktam semmibe se nyerni, úgyhogy úgy voltam vele, hogy nem, mindegy, úgyse nyerek, legalább lesz egy jó pulcsim. Hát aztán mégis jó, ja, hát így azért. Azért ez most így jól jött ki. Öcsét kapott egy kis popcornt itt az útszélén. Hogy tudtam egy kis örömet nyújtani. Főleg március 15 gyerekek munkaszületi napon is örömeket okozunk, legjobb. Ez most nem? Na, nagyon durva. Most mondja, hogy még remeg a lába. De még mindig érzem. Kurva jó. Ember, ez a jó gyerekek. Beülsz egy jó kocsiba, elfelteti amúgy minden ilyen pillanatnyi gondot, vagy hát én ezt szeretem benne, tudod a legjobban. Ha. Hát most akihez megyünk srác, ő meg pont fiú. Hát öcsét nem tudom, az előre félek. Jó, megmondom neki, tesó, csak félig kitámasztok, berakod egy dobozos üdítőt, hogy csak izé félig tudja lenyomni a gázt, mert szerintem rá két lábbal azt állni fog a torkán egész este. Na menjünk, megnézem hány kilométerre vagyunk. Arra 52 perc. Figyelj, lehetne rosszabb is, de van itt egy hosszabb út, 1.58, szerintem legyen a rövidebb. Hát figyelj, 177 kilométer, szóval hogy nem olyan vész. Visszajöttünk Győr fele, úgyhogy csak tudjátok meg. Kellett egy kis töltés az öcsköstök, mert tudjátok, a csatacsipnek ára van minden körülmények között, viszont Roli mondta, hogy egyutántól jó neki, most 12:30 van, 13:34-re érünk elvileg oda, úgyhogy még egy órát ír a GPS, de szerintem azt le tudjuk húzni 40 perc, két gyorshajtás, de feljövöm az öcsköst, megkérdezem, hogy akkor van-e kedve egy kicsit szétrugni egy ilyen nagyon felső kategóriás autót, be ő is mondaná, hagyjuk tesi, hagyjuk mára. Csá, Ricsi vagyok. Na azért hívlak, hogy akkor jó lesz neked ilyen 1:20 fele? Kb. Addigra érnénk oda. Jó, olyan kérdés, hogy tömbött lakásba lakok, hogy itt ugye tömbházak vannak körbe. Igen. Azon gondolkoztam, hogy az Aldinál, ha találkozunk, de most ugye be van zárva és üres a parkoló, hogy az mennyire lenne gáz. Hát tesó, nekem az fullos. Jó, akkor azt írjátok, hogy Esztergom Dobogókői út 84. Leírod nekem üzenetbe? Persze. Aha. Jó, akkor ott találkozunk, jó? Jó, akkor 20-ra ott vagyok. Inkább baj, még szólok előtte, mert lehet, hogy plusz-minusz lehet, még megállunk, bármi, jó? Jó, van okés. Jó, érkezem, cső, tesó. Oké, köszi, csáu. Reflexből mindig úgy tartom a telom, hogy látszik a telószám, ugye? Hát ja, lehet nem örülne neki. Ja, én sem. Elvihetlek magammal Esztergomba, tesó?
És utána Tatán is kidobsz? Tehát... Utána ki? Hát akkor jövök! Bemegyünk együtt Tatán, eltöltünk egy romantikus március 15-i napot. Moments later. Oksa! Hát majd megtalállak, majd kövesd a hangot! Jó, oké. Okay. Jó, cső! Jó, hát gyerekek, ezt a hangról be lehet azonosítani. 20 percre vagyunk, öcsétek 3 perc múlva már tudja, hogy itt leszünk. Sziasztok! Sziasztok! Ciao! Jó, minden? Minden, köszönöm. Ciao! Hello, szia! Ciao! Ricsi vagyok. Szia, Norbi! Baszki! Nem is voltatok olyan messze, csak ez a kacskaringós út, ja, tele van motorosokkal. Jó, minden? Minden, köszönöm. Menő pulcsi. Te nézted a live-ot? Nem. Dolgoztam, azt hívtál, mondom, hangodat megismertem, mondom, baszki, tényleg megnyertem, mondom, nem vittem el, tényleg esküszöm. Amúgy a nyeremény miatt vetted a pulcsit, vagy nem. Alapból? Alapból. Figyelj, a több pulcsim van, meg póló. Ja, hogy több cuccod is van tőlünk? De ez szerintem amúgy most nagyon fa. Ez nagyon. És akkor van jogsid, meg minden? Van, megfogod... Most lesz február 2 éves. Figyelj, hát jó, sima. Akkor meg fogod tüzelni? Hát megpróbálom. Előbb voltunk egy csajszán, neki nagyon tetszett. Hát elhiszem. Nyomjuk azt, először viszlek én. Figyelj, első mozdulat, ne nézz oda kamerával. És már a rendőrök, a rendőrőre ide, hát mivel minden legális, be van írva minden. Van nálad jogsid? Van. Nálam nincs. Ja. Nálam sosincs. Figyelj, mutatom. Csak egy teló. Semmi nincs nálam. Jó, üres a zsebed. Hát tesó, ide jutottunk. Évvége van nagyon. Van olyan utat kell találnunk, ami ilyen izé, tudod. Egyenesebb inkább. Hát van rajta kormány, hogy ez nem olyan gond. Csak olyan kell tudod, ami nincsen tele annyira úthibákkal. Táti út talán? Nem lózik. Ah, Táti út, aha. Na mindegy, kerülünk egyet, aztán jó, akkor visszafel megvezetsz te. Jó. Nagyon sokan írtatok, főleg itt Esztergomnál, mert ugye ahol az előbb voltunk, az egy kisebb ilyen kis falu volt, de itt Esztergomnál tök sokan írtatok nekem, hogy hánykor jövünk, mikor ide jönnétek ti is, megnéztek az autót, lógnánk, bármi. Azért nem válaszoltam senkinek, most elnézést, pont a Rolival is beszéltük, mert most Rolihoz jöttem, ő nyerte ezt az élmény utazást, ezt, hogy vezetheti, meg hogy lógunk, és azt gondolom, hogy nem lenne korrekt az, hogyha még idejöttök, ide jönnek mások, és úgyhogy azért ezt így nem mondtam el senkinek, mert ennyi erővel gondolom ti se örülnétek annak, hogyha pont ti nyertétek volna ezt az élményidőszakot, és akkor még ide jön másik 20-21 gyerek, sztorizunk meg minden, én mondjuk tök vagyok rá, érted, csak azt gondolom, hogy nem korrekt vele szembe. Na tesó, készen állsz? Készen. Menjünk? Meg persze. Anyósülés első kör, jó. Utána meg... Nézzük meg. Utána akkor visszafele meg vezetsz te. Figyelj Máté, beülsz hátra? Intézem. Imádlak tesó. Menjünk először sima D-be, aztán kalauzolj el itt a környéketet, merre menjünk. Gondolom van mi jó kajár, de nem tudsz, mert minden zárva van. Hát azt nem. Étterem? Jó, hogy lenne már zárva ünnepnapon? Az a legmelósabb, az összes étterem. Ilyen étterem. Jobbra menjünk szinted, vagy balra? Hát lehet, hogy jobbra kéne. Hát figyelj, abból kiindulva, hogy... De figyelj, nekem nincs annyira határ, szóval én így... Feri, mehetünk erre? Ha? Erre jó? Ha. Nem tudok betelni, nem tudom mondani, merre menjünk. De mondjad, első nem bírom. Amúgy régóta nézed a videókat? Vagy mi volt az első? Az első videó, az a Polecki. Na, a legelső. Karrierem csúcs, karrierem csúcspontja. Kétszer játék a punkra, az meg nem bírnám. Most ahogy tényleg disznó hangja van. Hát ez brutális. Ezt akartam is kérdezni, úgyhogy ez ilyen mindennapi használat? Á, nem. Akkor elvenné így a varázsát. Hát az biztos. Egy héten kétszer, de tudod, akkor se úgy, hogy... Akkor se úgy tudod, hogy egész nap, hanem, hogy így... Itt állj meg a stop táblán, nem szoktok állni a buszik. Jó, tesó, nyugodjon, megállok. Tudod, én szabálykövető ember vagyok. Nem tudom, feltűntem. Hány kiló az autó? Micsoda? Hú, tesó, két könnyebbet. Igen, a saját súlyomat se tudom pontosan. Beleforog a hét ez autó, bassz. Ha nem? Ez teljesen más. Én nem gondoltam, hogy ilyet. Faternek is van egy X5-ös BMW-je, az is automata. Ha. Az
az is 3000 turbodízel, az is komolyabb lép, de ez... De ilyen X5-ösökkel jártak, geci, aztán én akarok nektek élményt adni, tesó. Mit mondtál, hány éves vagy? 19. Geci. Lol. Rajtad nőttem föl már. Konkrétan. De várj, akkor... 6 éve kb. Azt mondd, akkor ti 13 éves korod óta nézel? És az volt a legelső videó, a Polecki. Gondolj bele. Ilyet nem vagyok vele gyerekem. Gondolj bele, hogy ez nem, hogy nagyon durva. Milyen így talni élőbe, vagy így lógni, érted? Teljesen. De amúgy, amikor fölhívtál, tök közvetlen voltál egész végig. Én nem tudom, valamiért így mindig abzom bennem, hogy videósok, tudod, kicsit nagy képűek. Ja, csicskák. Azt nem mondom, hogy csicskák, de ki, hogy... Mondd ki, csicskák. Ne csicskázz a saját kocsimba, gyerek. De nem amúgy, én amúgy de, értem, nem, nem. De amúgy... Tök amúgy, közvetlen most mondok neked amúgy valamit. Nekem amúgy van ezzel egy rossz élményem, és én pont direkt mindig is tudtam, hogyha majd mit tudom, egyszer videókat csinálok, vagy valami, én ugyanolyan akarok lenni a videókban, mint élőben, hogy ne az legyen, hogy élőben meg kell magam játszani, hanem hogy minden ugyanaz van a csomagban, érte? Öcsét szétnyelezi a gyorsaságot. Ó, ilyenkor mindig úgy félek, ja, hogy elesik. Hú, egyszer jöttünk a nyelvig, és nincs messze kár. Ott el is hagyta kifogóját. Keci! De nagy! Beszarás, remélem, hogy meg rányúl, kézzel biztos nem meleg. Ha megfogta. Keci! Ez hülye. Keci, de nagy! Mi a rász egy pillanatra? Az a baj, most forgatunk! Szia! Beszarás. Jó ez a város. Mi, hogy nem esett el vele. Ide költözöm. Repülőn nincsen élményed, mikor főszem. Tudjam, hogy a dolgát. Ez elég kemény. Na figy! Na azért fogni kell keményen. A kormány? Aha. Éreztem, hogy azért vitte el. Ja. Na mi lesz? Átülsz? Hát. Van kedved? Hogy ne. Szétbaszod a kocsim, vagy mi lesz? Szétbasz, nem szeretnék, hogy próbáljuk. Figyelj! Gondolom, akkor vezettem automatot, hogyha fatarodnak X-öt van, akkor azért ti megvagytok. Na te jó! Magasság, vagy ülés. Szerintem még pacek lesz neked. Figyelj, először küldjük csak sima D-be. Jó, de érzékeny a gázpedált, jó is. Ja, hát tudod, papesz. Fekszik az úton, nagyon jó. Meg majd tudod, nézd meg a féket is, mert így érzékeny. Sportautó. Gondoltad van, hogy nem. Te fogod nyerni ezt? Nem. És érted, itt lógunk, de... itt lógunk úgy, hogy 13 éves korod óta nézed a videóimat, vezeted a kocsimat. És nem tudok betelni esküszöm. Akkor nem gondolom. Más március 15-i ünnepre ennél jobbat kikívánod. De most nem te? Amúgy olyan, mint videókban, vagy mi? Jobb. Jobb? Hát ez egyértelmű. Jobb. Figyelj, örülök. Nem adja vissza amúgy. Örülök, Apti, hogy így fel tudtam dobni a hát ez... március 15-ét. Dick. Dick. Öcséd azért elpicsázta neki. Mondok valamit. Meghatalmazást kapsz. Na. Húzd át esbe. Csak de... áthúzom. Ja, hátrafele egyet. Most már esbe vagyunk. Annyit két kézzel fogd a kormányt, és légy okos, jó? Tudosó. Kurva szád, itt kanyar van. Baszd meg így, hogy nem én vezetek. Figyelj, ezért nem kell. Meg ha van azért nekem dolgom a mai nap. B, maszk, húzd be a kézit. Na milyen volt? Jó volt? Olyan volt, mint gondoltad? Jobb. Hát azért a videó nem adja vissza, hát nem? Mi legyen, itt hagyjam.
Cserélünk. És kiröhög csak. Hát ezzel mondom, megéri gyerekek, kárkalkság, sport, mert ez élmény. Azért szerintem ez egy jó élmény, érted? Én is, nekem is geci jó élmény, tehát így nem tudom, hogy nektek milyen lehet, hogy videóban látjátok meg, hogy te geci 13 éves kora óta néz, ez kőkemény. Volt mind megtanulni, felnőni. Figyelj, te is örülök, hogy tetszett meg, hogy így. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Ne viccelj, örülök, hogy hozzá tudtam tenni hát ehhez a március 15-höz ennyit. Fél négy. Szóval amúgy azt mondom, hogy egész jó időt mentünk. 10-kor kezdtünk, két város, két ember, végtelen kilométer, nagyon sok élmény. Azt gondolom, hogy nagyon jók ezek a dolgok, amikor találkozunk, interakciók veletek. Nekem is jól esik, amikor kicsit visszatölt ez, amikor itt vagyunk. Most például Esztergomba, ugye direkt nem raktam ki, hogy hol fogunk találkozni, de tök sokan odajöttetek meg így is, úgyhogy szerintem ez tök fresh volt. Jól éreztem magam, meg látszott mindkét nyertes, hogy ők is jól érezték magukat, és maradandó élményeket tudtunk ezzel nekik adni. A kocsi az nagyon király, jó szuper állt, én is jól éreztem magam, a kamerás is jól érezte magát. Megint benzinkúton. Bólogás, én most benzinkúton, de most nem tankolunk, most csak mi nyomtunk egy kis watert, meg ugye egy kis sokót, tudjátok, hogy csak nekem kellett az újratöltés, visszatöltés. Srácok, ezért mondom, érdemes figyelni a kollekciókat, mert a kollekciókkal mindig a kedvetekbe fogunk járni. Most is hamarosan tavasszal lesz egy új drop, ami tartalmaz majd rövidgatyát, lehet, hogy lesz Rizsgen Premium kollekciónk is, illetve lesznek új pulcsik és pólók. Leköptelek véletlen? Egy kicsit nem, még nem. Nem gond? Szerintem egy picit igen. Nem baj, gazdám, köszönöm. Most almás fűzítőn vagyunk, beugrom még Tatára, kirakom a kamerást, elmegyek én is haza. Aztán összevágom nektek ezt a videót, hogy vasárnap minőségi tartalmat kapjatok, úgyhogy srácok, köszönöm a figyelmet, iratkozzatok fel mindenképp, hogyha még nem vagytok, ugyanis idén szeretném átlépni a 100 000 feliratkozót, ami azt gondolom, hogy egy elég komoly mértföldkő lenne a csatorna történetében. Kövess az Instagramon, még nem követsz, jövő héten remélem, hogy összejön a meghányottam a nézőimet epizód, most ehhez fogunk majd keresni embereket, ahol a csoportba tudsz jelentkezni, szóval ha még nem vagy belépve, lépjél be mindenképp. Srácok, itt a tavasz, dagad a Natura Kvás ásvány, biztos üveg, úgyhogy mentem, császtok! Itt van a spán, itt van a spán, teszi a videót ki, és mindenki nézi.